Adi Endre, sok sikert érjen. A múltkor hallom rólam beszélt édes. Szép magától, hogy emlékszik rám, és megkérdezi, igazán mi kedélyes, ki érdekel most, melyik szép leány. Sajnálom azt, hogy itt kell adni választ, és azt, hogy én még mindig verselek, de levelet csak nem írok magához. Személyesen meg nem beszélhetek. Nos, köszönöm hát aranyos figyelmét, valahogy csendben én is meg vagyok. Húzom az élet sok prózai terhét, és nem félek már, hogy búmban meghalok. Az öreg plátót megtagadtam végkép, az ő tanában nincs más, csak üröm. Egy szóval édes, én ki és s az új szerelmet szörnyen kerülöm. De hogy figyelmét én is viszonozzam. Hát maga, hogy van? Gondja nem lehet. Van már új csillag, zavarba ne hozzam, aki jó párti s nem ír verseket. Jó, hogy a dráma ilyen vígra fordult, s egy kis házasság lesz a végtalán. Én a szerepem most már befejeztem. Sok sikert érjen. Édes szép leány!